Mi Isten véleménye az emberi vallásosságról? Ezt a kérdést nagyon izgalmas lenne feltenni: hogy ha Jézus ma itt lenne, és megkérdeznénk, hogy utána, körülbelül 2000-esztendővel, mit gondol arról, ami kereszténység, vallás, hit címén ebben a világban található? Nem szoktak uh, írásmagyarázati vagy bibliai előadás sorozatban olyan embert idézni, akit én idéznék, Richard Dawkins, aki a tudományos munkásságát, páratlan természettudományos ismereteit arra a célra fordítja, hogy Isten létét, az Isten hit a vallás értelmetlenségét bizonyítsa minden módon, ám egy ponton feltétlenül igazat kell neki is adnunk, amikor azt mondja, hogy ha Isten egyáltalán létezne, valószínűleg jobban szeretné és igazán azt értékelni, aki akár őszintén kétkedik, azzal szemben, aki a látszatok vallásosságát éli. Ezen a ponton tehát feltétlen igaza van, de hogy mit mond ugyanerről a kérdésről az 50. Zsoltár. Mi Isten vélemény az emberi vallásosságról, egy különleges Zsoltár gondolataiban hallgassuk és gondoljuk ezt végig. Ászáv Zsoltára Az Istenek Istene, az Úr szól és hívja a Földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionról ragyog föl az Isten, Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, is, erős forgószél körülötte. Hívja az egeket odafen és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjjetek elém, kegyeseim, akik áldozattal kötöttek szövetséget velem. Az egek hirdetik igazságát, mert Isten a bíró. Hadd népem, hadd szóljak. Izrael, hadd tegyek bizonyságot ellened. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek meg véres áldozataidért sem, szüntelen előttem lévő égő áldozataidért. De nem fogadhatok el bikát a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból, mert enyém az erdő minden vadja, az ezernyi hegy minden állata. Ismerem a hegyek minden szárnyasát és minden az enyém, ami mozog a földön. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a -e világ, és ami az betölti. Vajon a bikák húsát eszeme, és a bakok vérét iszome? Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. A gonosznak pedig azt mondja Isten, hogy mersz beszélni rendeléseimről és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted beszédemet. Ha tolvajt látsz, mellé szegődsz, és paráznákkal közösködsz. Szádat gonoszra tátod, és nyelvet csaláságot sző. Leülsz, és testvéred ellen beszélsz, Anyád, fiát is szidod. Ezeket teszed, és én hallgassak, azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elét sorolom mindezeket. Értsétek meg ezt ti, akik megfeledkeztek Istenről, hogy el ne menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki figyel az útra, annak mutatom meg Isten szabadítását. Mi Isten véleménye az emberi vallásosságról? az alábbi 22 rövid versben a lényeget fogalmazza meg Isten. Az Istenek Istene megszólal, és azt olvasjuk, hogy hívja a Földet napkelettől napnyugatig. A Sionról fölragyog Isten, és megszólal, hogy rendet tegyen a zavaros, több száz, több ezer éve zajló emberi vallásosság formái, tanításai, gyakorlata között. Gyűjjetek elém, kegyeseim, még azok is, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem, mert szét kell válogatnunk, hogy mi az, ami előre visz, és mi az, ami csak azt az érzetet kelti, hogy haladunk, pedig egyre ülepedünk, ülepedünk valamitben, amit vallásosságnak, emberi vallásosságnak nevezünk. Hald népem, hadd szóljak, hadd tegyek bizonyságot ellened, szól az első csoporthoz, mert Isten ebben a zsoltárban tulajdonképpen két részre osztja a vallásos embereket. Ám meglepő módon ez nem az a kettős felosztás, amit már az evangéliumokból is jól ismerünk, hogy igazak és rosszak, bárányok és kecskék valamilyen módon a helyes vagy a helytelen úton járók. Hanem Isten itt egy egészen különleges és talán ebben a kérdésben az egyik legmélyebb tanítást adja, ami csak az egész Bibliában szerepel a vallásossággal kapcsolatban. A halda népem kifejezés azoknak szól, akik napról napra hűséggel, Rendesen, szorgosan, precízen, aprólékosan teljesítették azokat a vallási előírásokat, amiket már az Ószövetség idején Isten Mózes által adott a népnek. Nem fedlek meg véres áldozataidért, mondja a zsoltáros a nyolcadik versben, sem égő áldozataidért, de el kell mondanom, hogy ha te hozol nekem bikát a te házadból, vagy bakot, hogy azt megáldozd, el kell, hogy mondjam, hogy te semmit nem adtál nekem teszel valamit, adsz valamit Istennek, és azt gondolod, szól Isten az első csoportban élőköz, hogy a te vallásos cselekedeteid visznek téged közelebb, olyan értelemben, hogy tesznek téged elfogadhatóvá Isten előtt. Mi teszi az embert elfogadhatóvá Isten előtt? Ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy az egyik zsákutca, amit érdemes elkerülnünk, mert láthatjuk majd, hogy mind a két csoport egy zsákutcába futott csoport, Isten tehát visszahívja őket onnan, és azt mondja, hogy azért kell újra gondolnunk ezt az egész vallásosságot, és amit te teszel, ahogyan gyakorlod a vallásosságodat, mert ennyi az erdő minden vadja, és amikor adsz vagy teszel, amikor szolgálsz nekem, akkor időről időre ott lehet az a probléma, az a gondolat, az a tévedés a lelkedben, hogy te ettől kerülsz közelebb az Istenhez, mert Teszel valamit, ahogy ő mondta, mert adsz neki valamit a magadéból. Szóval, mondja a tizedik versben, enyém az erdő minden vadja, az ezernyi hegy minden állata is, ismerem a hegyek minden szárnyasát, minden az enyém, ami csak ezen a földön mozog. Ha megéhezném, nem mondanám, hogy hozzál nekem, mert enyém a világ, és ami azt betölti. Vajon a bikák húsát eszem-e, és a bakok vérét iszom-e? Amikor az ószövetségi ember a maga áldozati állatával, akár vagy különösképpen bűnrendezés okán Istenhez ment, talán megvolt a kísértés, ahogy ma is megvan a kísértés, hogy abba a hibába esetett, hogy ha én ezt megteszem, akkor ez a jó tett engem Isten szemébe kedvesnek tüntet fel. Érdemet szerez nekem. Ahogyan a keresztény teológia egyes irányzata is mondják, hogy az Isten menyei kincses lájvájában Krisztus és a szentek által felhalmozott kincsek vannak, amiket a különféle szentségi gyakorlatok által mi megkaphatunk, részeseivé válhatunk annak, tulajdonképpen a jóvátétel vagy az érdemszerzés cselekedetei által. A vallásos tettek különösképpen ezt szolgálják, azonban Isten itt mást mond a tett nem érdemet szerez, hanem a tett megértése, mint szimbólum, mint jelképes cselekedet, közelebb visz ahhoz, hogy értsed, hogy ki az Isten. És ez a megértés téged a te hitedben megerősítsen. Nem azért bocsátok meg, mert folyik a bárány, a kecske vagy a bika vére, hanem amikor folyik az a vér, te elgondolkodhatsz azon, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Te megértheted azt, hogy ez az Isten, aki téged így szeret, semmit nem kér tőled, csak azt, hogy a szeretetére szeretettel válaszolj. Hogy tudjál benne bízni. Köszönd meg neki, amit tett, de nem azért, mert ő ezt elvárja, hanem miközben megköszönöd, vagy éppen a megköszönés alapja az legyen, hogy elmélyüljön, megértsd jobban azt, hogy kicsoda a te tékozló Istened, aki ennyi szeretettel van a bűnös iránt. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ és ami azt betölti. Ezért hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Majd hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Amikor végül az ember dicsőíti az Istent, akkor végképp már kiment a fejéből az a gondolat, hogy érdemet szerezzen, hanem megköszöni azt, amit az Isten értetett. Ez a szívből fakadó hit, hálával áldozzál az Istenek, hála egyenlő szívből fakadó hit, köszönet. És teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Az Istennel járás, az ő követése, a felségesnek tett fogadalmak, vagy az ő szövetségének a megtartása, tehát nem jóvá tesz bennünket, hanem mivel Isten jó és megbocsát, azért járunk az ő útján az ő fogadalmait, vele kapcsolatos fogadalmait megtartjuk, engedelmeskedünk, Krisztus követjük, és az ő törvényét megtartjuk, szívből fakadó hitáltal. Ha pedig bajba jutunk, már jól tudjuk, hogy a bajban nem könyörögni kell az Istennek, vagy kérlelni őt, hanem segítségül hívni, Ugyan, ugyanezzel a hittel, hogy megszabadítson és újabb hálát fakasszon a szívünkben. Az egyik zsákutcából tehát kitolattunk, de olyan nagy a lendület, hogy rögtön fennáll a veszély, hogy egy másikban kötünk ki. Ezért Isten azt mondja azoknak, akik máshogyan tévednek. A gonosznak pedig azt mondja: Isten, olvassuk a 16. versben, mert azért ebben a tévedésben már jókora rafináltság van. Hogy mersz beszélni rendeléseimről és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted beszédemet? Ha tolvajt látsz, mellészegődsz, paráznákkal közösködsz, gonoszságra tátott szád, nyelvet, családságot sző, testvéred ellen beszélsz, és a másikat szidalmazod. Azokról a vallásos emberekről beszélnek, akik még csak arra sem törekszenek, hogy kívülről meg legyenek a tettek, hanem azt mondják, hogy Isten azért van, hogy megbocsásson, és én pedig a magam módján azért komolyan veszem az ő rendeléseit, mert Isten ezt tanítja, azt tanítja, amaz tanítja, azt mondja Isten, hogy mersz beszélni rendeléseimről? A kereszténység szinte ma már a divatosság határát súrolja. Már már egy státusz szimbólum, minél többször kiejteni ezt a szót, hogy keresztény ez, keresztény az, keresztény amaz, miközben lehet, hogy az életünkben nincsenek meg azok a cselekedetek, és itt a Zsoltáros konkrétan a tíz parancsolat törvényeivel hivatkozik. Ne lopj, ne paráznák, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a 18., 19., 20. versekben, ahogy az ember szembe megy, amikor szétválik az életünk egy ilyen, meg egy olyan részre. Amikor felcímkézzük magunkat, és felveszük a pólót ekkora betűkkel kírva, hogy keresztény, és használjuk a szimbólumokat is akár, a nyelvünkkel, a szánkkal, a nyomtatványainkban de az ember nem meri és nem akarja rábízni az Istenre, az magát, az életét, és minél inkább hangoztatja a kereszténység szót, szinte azzal fordítottan arányos, az Istenben való bizalom nagysága és az ő parancsolataiban való járás az engedelmesség. Ezeket teszed, és én hallgassak, mondja az utolsó előtti versben Isten. Azt gondolod, olyan vagyok, mint te, megfedlek téged, és elég sorolom mindezeket. Van valami gyönyörű, gyönyörű ebben a zsoltárban. Mind a két csoporthoz mentő szándékkal szól az Isten. Mind a két zsákutcából van tolatás. Mind a két terméketlen kereszténységből van gyógyulás. Értsétek meg ezt, akik Istent felejtők vagytok, mondja egy másik Bibliafordítás. Olyan érdekes szóalkotás ez az Istent felejtő, az Istent felejtő ember hogy el ne ragadjalak menthetetlenül, de most még menthetőek vagytok. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki figyel az útra, annak mutatom meg Isten szabadítását. A Biblia, az egész Szentírás, maga Jézus Krisztus az evangéliumokban és az 50. Zsoltár is a szív vallását tanítja. A szívből fakadó hit, a szívből fakadó hála és a szívből fakadó szeretet vallását aki hálával áldozik. Tehát aki teszi azt, amit az Isten tanít, aki jár az ő törvényében. Aki komolyan veszi az Isten tíz parancsolatát, annak erkölcsi és hitbeli vonatkozását egyaránt. Nem azért, hogy érdemeket szerzen, szerezzen, vagy nem azért, hogy magasan képzett teológusként adjon nagyszerű tanításokat, hanem azért, hogy megismerjem Istenem, hogy mi a gyógyulás az én zsákutcáimból. Az dicsőít engem, az meg fogja ismerni azt, hogy milyen öröm az Istennel járni. Mekkora békesség, amikor figyelek az ő útjára, is, és ő megmutatja nekem az ő szabadítását. Az Isten szövetséges. Az Isten hűséges akkor, amikor mi zsákutcából zsákutcába, csöbörből, vödörbe vagy, hogy halmozzuk a képeket a ló egyik oldaláról, a másikra zuhanva, nem találjuk az egyensúlyt a hitünkben. Az Isten türelmesen megkeres minket, hogy meggyógyítson, hogy helyreállítson, hogy megtapasztaljuk, mi az a szívből fakadó hit, ami hálát, viszont szeretetet, bizalmat, békességet és engedelmességet. Istennel járást tud eredményezni, nem görcsösen, nem nehézkesen, nem kettőségekben élve. Az Isten legyen, ami gyógyítunk, a zsoltár szavai által is. Úgy legyen.